A Jakab Mihály népdalkör Szent László király énekeket adott elő március 14-én Mogyoródon, a Hősök ligetében, ahol a Mogyoródi csata 940. évfordulójára és az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékeztek. A Mogyoródi csatában 1074. március 14-én Géza és László seregei megsemmisítő vereséget mértek Salamon csapataira. Ami Salamon királynak a mogyoródi vereség volt, az volt Ferdinánd császárnak a forradalomtól a Pákozdi csatában elszenvedett veresége. Vazulnak András fiától született unokáját, Salamon királyt nem szerette a nép. Míg ellenben Vazulnak a Béla királytól született fiait, Géza és László herceget szerették. Salamon a nyugati birodalom neveltje volt, az ő mentalitását, viselkedését, szokásait, gondolkodását a nyugati minták határozták meg. Géza és László inkább lengyel neveltetést kapott, lengyel hatások alatt nevelkedtek, és a magyarok őket sokkal inkább maguk közül valónak tartották és fogadták el. Salamon király pedig a teljhatalmának kiteljesítése és megtartása érdekében nem a saját népéhez közeledett, nem a saját népét, övéit igyekezett megnyerni magának, hanem a német-római fejedelmek és a császár bizalmát és segítségét kereste. A birodalom idegen hadaira támaszkodva a saját nép ellen fordult a hatalom megszerzéséért. Amikor itt Mogyoródon 940 éve döntő vereséget szenvedett, a nyugati határszélre visszaszorulva nem látott más lehetőséget maga előtt, mint Magyarországot hűbérbirtokul fölajánlani a császárnak. A hatalom megszerzése, komoly katonai támogatás elnyerése, ez lebegett a szemei előtt, és szerette volna Magyarországot mindenek fejében a nyugati birodalom adófizetőjévé tenni. Henrik császárnak tetszett az ajánlata, hogy ne tetszett volna. Salamon keze alá adott hadaival betörtek Magyarországra, de egy hosszú és eredménytelen hadjárat meggyőzte arról, hogy az ország Géza és László herceg mögött áll. Az 1848-as forradalom lelke érintetlen maradt, mondta Vécsei László. 166 éve, minden március 15-én a magyar emberek szíve újra megdobban. Megannyiszor kitűzzük az erő, a remény és a hűség trikolóriát, a magabiztos, erős magyar nemzet jelképét. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk. Ide vele régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Petőfi Sándor nemzeti dalát Szakcsi Ákos szavalta el. Tán sehol se volt ekkora vitéz, ilyen fenséges, győzelmes király. Hited sugárzik, erőd megigéz, lelked a mennyből gyakran visszaszáll. Reményt hozol, védsz ma is bennünket, éles bárdot hóhéjainkba vág. Szívünkbe bújsz, fölszított tüzünket, s vérünkbe vágtatsz hét határon át. Siklósi András Szent Lászlóhoz című költeményét Toma Szilvia adta elő. Az 1074-es kopjafánál a Mogyoródi önkormányzat vezetői, oktatási intézmények vezetői, politikai pártok és civil szervezetek képviselői is elhelyezték az emlékezés koszorúját. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság.
A Szent László Általános Iskola énekkara katonadalokat énekelt. Az 1848-as Kopjafánál koszorúztak és fejet hajtottak a Mogyoródi Önkormányzat vezetői, az oktatási intézmények, a politikai pártok és a civil szervezetek képviselői is. Az ünnepi megemlékezés a Szent László Általános Iskola tornatermében folytatódott. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, mely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze-messze nyúl. Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét Rozsáiné Szemes Mónika szavalta el. Az ünnepségen Vécsei László országgyűlési képviselő Mogyoród adósság rendezésével kapcsolatos bejelentést tett. Ahogy az ország teljesítő képessége javult, a kormány egyre inkább azon volt, hogy teljes mértékben adósságmentesítse az önkormányzatokat, és ez végül idén megtörténik. Úgyhogy ezen a szép mogyoródi kettős ünnepen a miniszterelnök úrnak azt a megbízását teljesíthetem, hogy Mogyoród nagyközségnek, polgármester úrnak személyesen átadhatom azt a miniszterelnök úr által saját kezűleg aláírt bizonyságlevelet, amely arról szól, hogy a magyar kormány Mogyoródot is teljes mértékben mentesítette a korábbi évek felhalmozott adóssága alól. Vécsei László elmondta azt is, Mogyoródon két ütemben összesen mintegy 3200 méter hosszan építenek zajvédő falat az M3-as autópálya mentén. A mogyoródi ünnepségen kitüntető címeket is átadtak. Babic László mogyoródi polgármester méltatta Máté György főesperes plébános tevékenységét, aki 11 évig munkálkodott Mogyoródon, ez alatt megújult a katolikus iskola és a plébánia. A főesperes énektermet is kialakított, miközben heti két hittanórát tartott. Szent László tisztelete nem csak a külsőségek, díszes miseruhák formájában jelent meg, hanem szabadtéri, kulturális és lelki tartalommal megtöltött formában is. Felismerte, hogy a kultúra nélkülözhetetlen a falu és az egyházközség életében egyaránt. A kultúrházat nem ellenfélnek vagy vetélytársnak, hanem partnernek tekintette. A kultúra iránti elkötelezettségét azzal is mutatta, hogy 1994-ben Herman Katalinnal közösen útjára indították a Szent László hét eseményeit. Ennek éppen 20 éve. Figyelt a fiatalokra is. Amint a politikai változás engedte, az elsők között az országban 28-ként alakulhatott meg Mogyoródon a cserkész csapat. Újjáé lett a kalász mozgalom is. Az országban elsőként Gyuri atya vezetésével került megrendezésre egy több mint 200 fős kalász találkozó. Az ő idejére datálódik az ökumenikus kapcsolatok hivatalos megszületése itt Mogyoródon. A Mogyoródi Önkormányzat díszpolgári címet adományozott Máté György főesperes plébánosnak. Juhász Béláné, a Jakab Mihály Népdalkör vezetője, a közösségért végzett hagyományőrző és kulturális munkájáért, Mogyoród nagyközségért kitüntető címben részesült. Szintén a Mogyoród nagyközségért kitüntető címet vehette át Németh Sándor, a kézilabda szakosztály vezetője, a kézilabda csapat sikereinek kovácsa.